Vármegyei döntő, megvannak az idei értékes barangolás című vetélkedő regionális győztesei. Új vezető, 4 évtized után nyugdíjba vonul Dicső Ferenc, helyét Varannainé Sós Andrea vette át a Nyíregyházi Kórház gyermekosztályán. Rímeket faragtak, közel 90 diák szedte versbe érzéseit és gondolatait penészleken. Megtartották az Értékes Barangolás című vetélkedő regionális döntőjét. Az eseménynek idén is a Vármegyeháza díszterme adott otthont. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Két kategóriában hirdettek győztest, a dobogó legfelső fokára idén a Tisztaszalkai Hétvezér Baptista Általános Iskola, valamint a Vásárosnaményi Lónyai Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola csapata került. Ők képviselik majd a Vármegyét az országos döntőben. Históriás ének Béres Józsefről, a Szent György lovagjai névre keresztelt kisvárdai csapat városuk egyik kiemelkedő alakját mutatta be az Értékes Barangolás című vetélkedő döntőjében. A többfordulós verseny célja, hogy a fiatalok megismerjék a magyar kultúra értékeit szűkebb és szélesebb pátriájukban. Még a tavalyi év karácsonya környékén, még akkor indult az online forduló, amelyre jó pár csapat jelentkezett innen a Vármegyéből, több mint 60 csapat, és ezek közül az online forduló keretein belül kerültek ki azok a középdöntős csapatok, akik aztán most kora tavasszal három helyszínen, Kálósemlénben, Baktalórendházán és Nyíregyházán összemérhették a tudásukat, itt 3-3 általános és középiskolás csapat helyszínenként, és onnan a győztesek azok pedig bekerültek ide a Vármegyeházára, arra a döntőre, ahol most is vagyunk. Tehát itt is 3 általános és 3 középiskolás csapat összeméri az erejét, és nagyon örülünk annak, hogy úgy sikerült egyébként a középdöntőkbe a verseny, mindenki nagyon felkészült volt, de valahogy ide a megyei döntőbe mégis úgy alakult, hogy lényegében a Vármegye mindent térsége képviselteti magát. Könnyekkel küzdködve megtisztítjuk a hagymát. Ők a beregi vezérek a Tiszaszalkai Általános Iskolából. Kategóriájukban ők lettek a legjobbak. Igaz, szoros volt a verseny, az első és a harmadik helyezett között itt csak 3 pont volt a különbség. A változatos feladatok között volt, amelyik kisebb és volt, amelyik nagyobb kihívást tartogatott a gyerekeknek. Nekem a totó volt a kedvenc feladatom, mert igazából azért az könnyű volt. A totó. Az a legkönnyebb. A középiskolások között is a beregiek lettek a legeredményesebbek. A Vásárosnaményi Lónyai Menyhért Baptista Technikum diákjai nem csak elméleti tudásukat bővítették az elmúlt hónapokban, hanem különleges, a térség egyik jellemző kulturális értékét bemutató tárgyakat is hoztak a versenyre. Van rajtam egy öv, ez is beregi keresztemes, valamint a fülbe való, ami epoxi gyantából készült, és ugye a nyaklánc, ez is. Ezeket mind ti készítettétek? Igen, mindet. A döntőbe jutott fiatalok értékes tárgynyereményekkel lettek gazdagabbak, a két kategória győztesei pedig az országos döntőben képviselik majd a Vármegyét. Hármas karambol történt a 4-es főúton Kabalás külterületén hétfő délután. Egy motorkerékpár a zebrán áthaladó gyalogosra való tekintettel lelassított. Ugyanígy tett egy mögötte érkező személyautó, de a következőnek érkező kocsi már nem reagált időben a folyamatra, egymásnak tolta a járműveket. A balesetben mindhárom sofőr megsérült, az érintett járművek mind totál károssá törtek. A sérülteket a mentők helyszíni ellátást követően a kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja a baleset okát és körülményeit. Fenntartani a jelenlegi szakmai színvonalat és fejleszteni a szakember utánpótlást. Többek között ez a célja Varannainé Sós Andreának, aki Dicső Ferenc nyugdíjba vonulása után év elején nevezte ki a Nyíregyházi Kórház gyermekosztályának élére. Az új vezető 35 perc című műsorunkban azt mondta, elődjének köszönhetően egy kiváló munkaközösséget örökölt meg. Dicső Ferenc neve összeforrt a Nyíregyházi Kórház gyermekosztályával. Csak nem 4 évtizedig volt vezetője. Regnálása során hatalmas fejlődésen ment keresztül az intézmény kiskorúakat gyógyító részlege.
A főorvos előző évvégi nyugdíjba vonulása után új vezető kinevezése volt szükséges, ezt a pozíciót pedig Varannainé Sós Andrea örökölte meg. Az osztályvezető 35 perc című műsorunkban elmondta, elődje munkájának köszönhetően egy kiváló csapatot kell a jövőben koordinálnia. A munkatársi közösség az egy olyan jól összeszokott csapat. Tulajdonképpen nem lehet azt mondani, hogy nagy különbözőségek volnának személyiségben vagy szemléletben a gyermekgyógyászat és a gyermekorvosi munka szeretete és a munkavállalás és a szolidaritás tekintetében. Tehát azt gondolom, hogy minden szempontból egy nagyon-nagyon jó munkahelyi közösségről lehet itt beszélni, és ez nem csak az orvosi vagy orvos kollégákra, hanem az ápoló személyzet, a szakdolgozói személyzet, tehát minden szempontból egy olyan erős csapat dolgozik itt ezen az osztályon, ami úgy gondolom, hogy elsősorban a dicsőfőorvos úrnak az érdeme, vagy nagy részt az ő érdeme, hiszen ő majdnem 4 évtizeden keresztül vezette ezt az osztályt, ő alakította ilyenné, amilyenné vált. Varannainé Sós Andrea több mint 35 éve kezdte orvosi hivatását, hosszú ideig a Borsodabaújzemplén vármegyei kórház Velkei László gyermekegészségügyi központ gyermekgyógyász főorvosa volt. A nyíregyházi gyermekosztályon 2021-ben kezdett el dolgozni, így vezetőként már jól ismert közegben kell bizonyítania. Én úgy kerültem ebbe a pozícióba, hogy 2,5 évet együtt dolgoztam a kollégákkal. Én beosztott orvosként, mondjuk a sürgősségi részleg vezetőjeként dolgoztam, de úgy összességében megismertem a kollégákat, megismertem az osztálynak a működési rendjét, beleláttam tényleg a munkám során, az ügyeleteim során minden osztálynak az életébe, illetve minden részlegnek a problematikájába is, vagy problémáiba is. Napi szinten tapasztaltuk meg azokat a gondokat, amik esetleg a betegellátás kapcsán, vagy a munkaszervezés kapcsán előfordulhattak. Tehát talán egy picit azt tudom mondani, hogy olyan szempontból szerencsésebb helyzetben voltam, mint az, hogy valaki megpályázik egy állást egy vadidegen kórházban, és nem ismeri sem a munkatársait, sem a kórháznak az előzményeit, vagy a történetét. Az új vezető célja, hogy fenntartsa az osztály eddigi színvonalát, és azokon a szakterületeken, ahol szakember hiány van, vagy állhat fenn a közeljövőben, fejlessze és segítse az utánpótlást. Regionális versíró és rímfaragó versenyt tartottak Penészleken. 17 iskolából közel 90-en vettek részt az érzelem kifejezését célzó programon. A rendezvény nem elsősorban a versengésről szólt, hanem a gyerekek önkifejezéséről. Kopott képek koppannak, léleklángján lobbannak. Emlékélmény sóhaja száll, üres lélek búsan megáll. Lángoló lélek sóhaja száll, fénylő kép előtt lustán megáll. Üres élmény lenne csak emlék, de akkor hozzád miért mennék? Szili Katalin is verssel készült a Lélek hangja című versíró rímfaragó verseny második fordulójára, amelyet Penészleken szerveztek meg. Akkor, amikor az általános iskolai tanulásról gondolkodunk, akkor mindig csak a száraz tudományok jutnak eszünkbe, és kevésbé gondolunk arra, hogy költészetet, versírást, versfaragást, az tulajdonképpen lehet már gyermekkorba megtanulni, és egy kicsit magunkba szívni mindazt, hogy mi az, amikor a lélek és a szív benne van egy költeményben, amikor a rím és a ritmus úgy találkozik egy kötött formában, ami az érzelmeinket fejezi ki. A Penészleki Iskola intézmény vezetője 10. alkalommal szervezte meg a régiós versenyt. Idén közel 90 gyermek vett részt a megmérettetésen 17 iskolából. Valaki azért félelemmel egy picit, mert ugye verset írni, aki szeret, az nagyon jókat tud, de ugye a verset is iklet kell, hogy szülessen, hát ikletet kell hozzá kapni, és nem biztos, hogy például ma, holnap, holnap után nekem azt mondják reggel 8 órakor, hogy írj egy verset, akkor az abban a pillanatban sikerül. Tehát félelemmel fogadják, de tavaly is volt olyan 6. osztályos diák, azért a 6. 12 éves, hogy 45 perc alatt egy 19 verszakos verset írt.
A verseny kétfordulós volt. Az elsőben 3 szócsoportból kellett választaniuk egyet a gyerekeknek, és az abban szereplő 10 szó mindegyikét felhasználva írni egy minimum 4 soros, 3 verszakos művet. A második forduló alkotásait pedig már zsűri is bírálta. Amikor megírta a gyermek, akkor megteheti azt, hogy beadja a zsűrinek a versét, és kijöhet, és a piszkodatot kihozza. Általában a piszkodatot mindenki kihozza, mert azonnal szalad a felkészítő tanárnénihez, tanárbácsihoz, hogy megmutassa, hogy ez jól sikerült-e. Viszont a zsűri tagok azok úgy szoktak értékelni, és ez nekem nagyon tetszik, hogy amikor végeztek a gyerekek, minden verset felolvasnak bent a teremben, és úgy döntik el együtt, hogy ki legyen az első, második, harmadik, vagy akár a külön díjazott diák. A Penészleki iskola vezetése azért is elhivatott az iránt, hogy évről évre megrendezzék ezt a versenyt, mert 2017 óta együtt egymásért tehetségpontként is működik az intézmény. Közönségkedvenc, premier mandala darab és vendégelőadások várják a nézőket idén a Mandala nyár program sorozatában. Lesz zenés vígjáték, musical, operett, koncert és mesejáték. Érkezik majd a Sóstói Múzeum faluba többek között Oswald Marika, Teremi Trixi, Kautsky Armand, Földes László, Hobó és Vándor Éva. Lassan nincs olyan nyíregyházi, aki ne ismerné a Mandala Dalszínházat. A társulat 1992 nyarán állította először szabadtéri színpadra saját produkcióját, amely a József és a Bűvös Kabát címet kapta. Az akkori polgármester Máti Zoltán adta nekünk a lehetőséget, és vetette fel az ötletet, hogy mi lenne, hogyha egy teljes nyári programot állítanánk össze már 1993-ra. És így indult tulajdonképpen az egész, de természetesen az első nyárnak a 92-es Két József és a Bűvös Kabátot tartjuk. Azóta majdnem minden évben éltek is ezzel a lehetőséggel, és hagyományt teremtettek. Azok a nyíregyháziak, akik kedvelik a könnyed, vidám zenés darabokat, ilyenkor már várják a Mandala nyár kínálatát, hiszen láthatják a társulat közönségkedvenc előadásait, tavalyi és új premier előadásokat. Ez volt a tavalyi nyárnak a premierje, a Lilionfi című zenés vígjáték, illetve sok visszajelzést kaptunk, hogy amit mi is nagyon szeretünk, meg hát a közönség is nagyon szereti, a Csári Nénye című vígjátékot újra tűzzük a nyári programra, mert egyébként az országot nagyon, tehát az országot járva nagyon sok helyen játsszuk, és a nyíregyháziak kérték, hogy hát Nyíregyházán annyiszor nem játszottuk, bár azért volt egy jó pár előadás, hogy ismételjük meg. Így került a programba a Csári Nénye, illetve a szokásos nyári premierünk, ez a harmadik előadásunk, ez pedig a Miniszter Félrejét című régi új darabunk, amit annak idején 2009-ben mutattunk be. Ezt az előadást most teljesen felújítják. Az eredeti szereposztásból 3 maradtak benne, új díszletet és új jelmezeket láthat majd a közönség. A saját produkciók mellett pedig nem hiányozhatnak a vendégelőadások sem, legyen az operett Oswald Marikával, zenés Kálvária 14 stációval Földes László Hobó előadásában, vagy a Loft című komédia, amely a 2023-as Vidor Fesztivál külön díjas előadása lett. Az összeállítás olyan, hogy nagyon színes és szórakoztató műfajokból, igényesen szórakoztató műfajokból áll össze a kínálat, de van benne koncert, színházi jellegű koncert, van benne vígjáték, zenés vígjáték, operett, tehát a maga műfajában szinte szerintem mindegyik nagyon jó, és mindegyikre nagy szeretettel várjuk a kedves nézőket. Természetesen, hogyha haza akarok abszolút beszélni abból a szempontból, hogy a társulatunk szempontjából, akkor nagyon várjuk a miniszter félrelép bemutatóját. Az előadások egy részére már elindult a jegyértékesítés 20% kedvezménnyel, ráadásul idén újdonság, hogy nem érkezési sorrendben lehet helyet foglalni a nézőtéren, hanem helyre szólnak a jegyek. A Mandala nyár 2024-ben július 5-től 21-ig várja a nézőket. Második alkalommal szerveztek Budógálát Nyíregyházán, kardkovácsok, gyűjtők és harcművészek eszmecseréihez alkalmas találkozó helyé vált a Nyíregyházi Kodályiskola. Nyíregyháza önkormányzata és a két kard iskolája sportegyesület szervezésében megvalósult gála színes programmal várta a látogatókat. A Kodály Zoltán általános iskolába is elérkezett a cseresznyevirágzás. Persze itt nem a hamar jött felmelegedés a felelős, hanem mindazok, akik magukkal hoztak egy szeretet a távol-keleti tradíciókból a második nyíregyházi búdógálára.
Ezt a távol-keleti kultúrát és azon belül is a japán kultúrát, az hozzátartoznak nem csak a kardok, hanem itt is megtalálhatjuk a táncokat, a régi meséket, meseírókat és kimonókat, női kimonókat is lehet látni, akkor lehet látni olyan művészi munkákat, ami szintén a kardhoz tartozik, mint a kardnak a markolat védője, a cubája és a táskája, amiben szállítani kell. Tehát ez is olyan művészi szintre emelték már ezeket a dolgokat is, hogy érdemes őket megnézni, mert nagyon szép darabok. Budó, a harcos útja. A budó fogalmát újabban tágabb értelmezésben használják az összes távol-keleti eredetű küzdősportra is. A teljesség igénye nélkül ennek égisze alá tartozik például a karate-do, a judo, aikido, a sumo és a jiu-jitsu. Már második éve támogatjuk a budó gálát, ami ugye egy összefoglaló neve a keleti harcművészeteknek, és azért gondoltuk már tavaly is, hogy támogatjuk anyagilag is, és infrastruktúrában is a rendezvényt, hogy a nyíregyháziak, a megyéből érdeklődők egy olyan világot lássanak, ami, ahogy megfogalmazta, távol áll az európai és a magyar kultúrától is. Itt sokkal erősebb filozófiai gyökere van mindennek, a harcnak is, és a keletieknek ez a fajta nyugodtsága, az emberek felé való tisztelet adása, az életüknek a minősége az nyilván teljesen más, mint a miénk, mint amit megszoktunk, és nem árt az, hogyha a nyíregyháziak, ha ide eljönnek, akkor megismerkednek ennek a különböző válfajával. Vinnai Győző, az Interparlamentáris Unió magyar-japán tagozatának nagykövete beszédében ecsetelte a 150 évre visszanyúló japán-magyar diplomáciai kapcsolatok fontosságát. A japánok azt a filozófiát vallják, hogy utak vannak az ember életében, ami a harcművészeteken keresztül is megjelenik, hiszen nem az az elsődleges, hogy önmagunkat megvédjük, az is fontos, hanem hogy önmagunkat fejlesszük. Ezáltal a japán művészetek, harcművészetek, hagyományok által, és nekem mindig tetszett, már korábban is, mikor nem voltam ebben a pozícióban, a japánok alázata, tisztelete, ahogy a másik emberhez közelítenek, megadják neki a tiszteletet, és el is várják a tiszteletet, úgyhogy én nagyon örülök, hogy Nyíregyházán megrendezik a második Budó gálát. Ez azt jelenteti, hogy az első jól sikerült, és Nyíregyháza egy kicsit japán sziget, mert itt vagyunk a Kodály iskolából, a Kantemusz kórus 30 éven keresztül minden évben Japánba elutazott, és ott koncerteket adott, és ott a japánok tanulják tőlünk a Kodály módszert, sőt, itt a Nyíregyházi Egyetemen is volt japán kolléga, még a 2000-es évek elején emlékszem rá, tehát a Nyíregyházi Egyetem is ápolja ezt a kapcsolatot, és maga a város is fontosnak tartja. Magyar-japán mesekönyvíróként a gálán előadást tartott Csőke Kitti, és a harcművészeti bemutatókon kívül japán táncokkal is megismerkedhetett a közönség. Három ponttal gazdagodott a Nyíregyháza Spartakusz az NB2 27. fordulójának záró mérkőzésén. Timár Krisztián együttese a Pécset verte 2-1-re, a tabella élén a 61 pontos Nyíregyháza áll, megelőzve egyaránt az 54 pontos Győrt és Vasast. A Sparé vasárnap a 8. Kazincz Barcika otthonában lép pályára. Budapesten kezdi a felsőházi rájátszást a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában 7. helyen végző Kék Cápák a 2. Újbuda Mavc ellen vívnak 2 nyert meccsig tartó párharcot a legjobb 4 közé kerülésért. Március utolsó napján játszott az alapszakasz utolsó mérkőzését a Nyíregyháza, a TF Budapest elleni győzelem pedig azt jelentette, hogy a 7. helyen zárták a bajnokság 26 meccsből álló első szakaszát a Cápák. Ezt a 26 mérkőzést 2 teljesen különálló részre lehet bontani, mivel a gyengébbre sikerült első felvonás követően a 2. körben már teljesen más arcát mutatta a Blue Sharks.
Összességében, ha az teljes eddigi szezont alapszakaszt kell értékelni, akkor persze azt kell mondjam, hogy reális, hiszen a rémálomszerű kezdés után egy álomszerű folytatás következett. Ugye 2-11-jel fordultunk rá a második körre, az azt jelenti, hogy 2 győzelmet sikerült összehoznunk csak egészen karácsonyig, és utána megtátosodott a csapat. Természetesen kellettek hozzá szakmai döntések, kellett Merimnek az érkezése, kellett egy új légiós igazolása, illetve a magyar fejekben rendet rakni, és mindenkinek átérezni a felelősségét, hogy milyen klubban játszik, és mik a céljaink. Én azt gondolom, hogy a 7. helyre büszkék lehetünk, hogy össze tudtuk hozni, hiszen nagyon sokáig tényleg a kiesés, illetve a 8-ba jutás volt a következő cél. Úgyhogy összességében elégedettek lehetünk, ahogy ezt meg tudtuk oldani, de hát még előttünk a rájátszás, úgyhogy érdekes meccsek következnek. Az elmúlt hét végén rendezték meg a HEP Kupa 4-es döntőjét, amelyben a MAFS a Futtól és a Cegléttől is vereséget szenvedett, így a 4. helyen végzett. Az alapszakaszban mindkét nyíregyházi elleni meccsen a fővárosiak bizonyultak jobbnak. Az első meccsből komoly következtetést nem vonnék le, hiszen nálunk még teljesen más felállás volt. Azóta ugyan a MAFS-hoz is érkezett egy légiós. Én összességében azt érzem, hogy ez nem is a MAFS-on fog múlni, hanem rajtunk. Mennyire vagyunk motiváltak, mennyire akarjuk azt, hogy 4-be üssünk, és mennyire tudjuk, hogy összeszedni a csapatot, mind fizikálisan, mind mentálisan, hiszen tudjuk, hogy meg tudjuk verni a MAFS-ot, még ha nem is sikerül, de 20 ponttal vezettünk ellenük itthon, és végjátékban kaptunk ki. Két hasonló erős csapatról beszélünk, nem véletlenül, hogy másodikok lettek, és abszolút nem lebecsülve az ő érdemeiket, mert nagyon komoly alapszakaszt hoztak. Én azt gondolom, hogy ha mi úgy oda tesszük magunkat, ahogy az előző 10-12 mérkőzésen, akkor ez egy kikipárhasz lehet. Nincs esélyes, természetesen a pályaelőny náluk van, de miután csak 2 győzelemig tart, egy idegenbeli győzelemben már nagyot léphetnénk a céljaink elérése felé. Az Újbuda MAFS Hübner Nyíregyháza Blue Sharks mérkőzés csütörtökön 18:30-kor kezdődik a Gabányi Sportcsarnokban. A negyeddöntő további párosítása következő: Pécsi VSK TF Budapest, Vasas Akadémia Cegléd és BKG Prima Akadémia Fót. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Megvannak az idei értékes barangolás című vetélkedő győztesei, a többfordulós megmérettetésben általános és középiskolás kategóriákban mérték összetudásukat a fiatalok. A verseny regionális döntőjét a Vármegyeháza dísztermében tartották. A dobogó legfelső fokára idén a Tisza-Szalkai Hétvezér Baptista Általános Iskola, valamint a Vásáros-Naményi Lónyai Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola csapata került. Ők képviselik majd a Vármegyét az országos döntőben. Csak nem 4 évtized után év elejétől már nem Dicső Ferenc vezeti a Vármegyei Oktatókórház Nyíregyházi Tagkórházának gyermekosztályát, a pozíciót Varannainé Sós Andrea vette át. Az új vezető úgy látja, kiemelkedő munkaközösséget örökölt elődjétől, első számú célja pedig, hogy fejlessze a szakember utánpótlást a részlegen. Idén 10. alkalommal szerveztek regionális versíró és rímfaragó versenyt Penészleken. 17 iskolából közel 90 diák vett részt az érzelem kifejezését célzó programon. A megnyitón az is elhangzott, ez nem elsősorban a versenyről szólt, hanem a gyerekek önkifejezéséről. Április 9-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerdán este ismét várjuk majd Önöket a Vármegye legfontosabb történéseivel. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Szerdán kezdődő hidegfront alakítja időjárásunkat, délelőtt az ország nyugati felén lesz erős a légmozgás, majd délután az északkeleti térségben is feltámad az északi szél. Vékony szakadozott felhőréteg várható, csapadék nem valószínű. Napközben a hőmérő higanyszála várhatóan 21 és 24 fok közötti értékeket mutat majd.